Ungvári Tamás, a Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány kuratórium elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ilyen hosszú címet ad nekem. Mit szól hozzá, hogy tulajdonképpen szegről végről bocsánatot kért a Nemzeti Érzelmi Motorosok vezetője a Heti Válasznak adott interjújában? Ő azt mondta, hogy ő nem akart senkit megbántani, ők ezen a napon, pont mindig ezen a napon, éppen tavaly is így volt, tavaszt várni szoktak, tavaszt köszönteni. Ő nem is érti, hogy miről van szó. Hát én olvastam ezt a Heti Válasz interjút, abban néhány, sőt, azt kérte, hogy tőle is bocsánatot kérjenek. Ez igaz. Tehát nem csak ő kért bocsánatot tőle, és akkor a Heti Válasz interjút készítő újságíró azt mondja, hogy hát mi nem szóltak, amikor erről szó volt, mondjuk az Magyar Távirítő Iroda országos sajtószolgálatának, erre azt mondta, hogy mi olyan kicsi szervezet, vagy mi nem tudjuk ezeket a dolgokat. Tehát nem tudják ezeket a dolgokat, akkor mit akarnak a magyar politikában. Én ezt az interjút nem kedveltem, mert úgy láttam, hogy fönn akarja tartani ezt a kettős látszatot, amelyben egyfelől azt mondja, hogy agygázt, és akkor nem akarja tudni, hogy az agygáz mit jelent. Agygáz egész Európában annyit jelent, hogy valamikor történt egy holokauszt, méghozzá 1944-45-ben, és ezért a népek általában ők kérnek bocsánatot, például a németek, például a franciák, például a hollandok. És képmutatás az egész interjú, nagyon rosszá ízt hagy mindenkiben, úgy gondolom, és ez egy menthetetlen dolog, hogy az élet menetének a napján ők a zsinagóga mellett akartak elmotorozni, hogy ártatlan tavaszköszöntőben. Na most ez a tavaszköszöntő elment volna egy temető mellett, mert a zsinagóga, azt tudjuk, hogy annak idején több százezer holttestet temettek el ott. Erre az napra az élet menete azért emlékszik, mert ekkor küldték a budapesti polgárokat abba a gettóba, ami ott van. Ekkor volt éhezés, volt fázás és volt gyilkolás. Na most ebben az interjúban ez a bizonyos úr, ha jól mondom, akkor azt mondja, hogy nem akart senki sem megbántani, akinek a rokonai elhaltak. Most az elhalás, kérem szépen, az valójában is történelmileg gyilkosság volt. Tehát magyarul még azt is le akarják tagadni, hogy mi történt. És ez azért olyan rossz. Na mondja meg, mondja, hogy miért rossz, én nem tudom. Én fogom tudni. Azt most kiderült számomra egyértelműen, hogy ezt az interjút rossznak tartja, és ahogyan fogalmazott, nem kedveli, de arra vagyok kíváncsi, hogy kedveli a miniszterelnök döntését és a budapesti rendőrfőkapitányság döntését, hogy mindaz, amiről most beszélünk, mégsem lesz, elmarad, betiltották. Hát most először kell tudni, hogy mi az életmenete, egy mondatban mondom, tehát ez az emlékezés és a magyar történelem visszaperlése, hogy történt valamikor egy kisiklása a Magyarországnak, és ezért a kisiklásért mi helyette az életet választjuk, és megemlékezünk azokról, akiket megöltek, vagy akik tényleg elhaltak. Arra a napra agygáz, hát ez nem létezik. A miniszterelnök döntését, hogy ő kéri a belügyminisztériumot, hogy tiltsák be ezt, ezt a magyar sajtó, legalábbis a portálok nem fogadták kedvezően. Mert azt mondták, hogy gyülekezési szabadság a sokkal többet jelent. Itt van a miniszterelnök... Nem a magyar sajtó, komolyan vehető jogvédők nem fogadták ezt jól, ahogyan most fogalmazott. Tehát nem a sajtó munkatársai, hanem olyanok, akik ezzel életszerűen foglalkoznak, hivatásszerűen. Így van. Tehát a jogvédők azért jogvédők, mert ők a különböző alapjogokat szentnek és megtörhetetlenek tartják, és úgy érzik, hogy a miniszterelnök közbeavatkozott, mert ő nevezi ki, hogy olvastam a portálokat, az operaház igazgató, és ő nevezi ki, meg ő nevez ki alkotmánybírókat, és akkor ő akadályozza meg, hogy ezek a motoros urak, ezek ottan dübörögjenek a zsinagóga és a holtak mellett. Ön szerint nem lett volna valamilyen jobb polgári, civil megoldás arra, ami egyébként normálisan működő demokráciákban szokott is működni, a köz elítélése, a szalonképtelenné tevés, más módszer, mint a tiltás, hiszen lehet, hogy ma üdvözlendőnek tűnik, ahogyan Lendvai Ildikó is fogalmazott, az, hogy betiltanak egy ilyen valóban elfogadhatatlan felvonulást, egy valóban elfogadhatatlan címmel, de hogyha ilyen megtörténhet, ami teljes mértékben szembe megy a gyülekezési törvénnyel, és nem felel meg neki, mind eljárási, mind tartalmi kérdésekben, ezt a felvonulást nem lehetett volna a hatályos törvények alapján betiltani. A kérdésem lényege, hatályos törvények alapján engedélyezni sem lehetett volna. Mert az emberek gyülekezhetnek. Hogy ne lehetett volna?
Az emberek gyülekezhetnek, de ha én fáklyákkal gyülekezem a szénakazalban, az be kell tiltani. Ha abban valaki... a pillanatban, amikor a gyújtogatás veszélye felmerül, tehát megjelenik a rendőrség, és hogyha megtörténik az, amitől ön tart, akkor ők lefújhatják ezt a rendezvényt, de engedélyezniük természetesen a hatályos törvények alapján mindenféleképpen kellett volna. Krisztina, a jog az ellentmondások tömege. Az amerikai alkotmány egyik passzusa fölülírja a másik passzust, nem tudjuk, hogy mi a szólásszabadság fontossága és az emberi élet megvédése fontossága. De mi most itt ketten a jognak az inflálása mellett nem érvelhetünk. Amellett érvelünk, hogy a jog az mindig ellentmondásos. És lehet józan megítélése... Nem olvasható szubjektíven. Nem, ez szubjektív dolog, hogy ott dübörögnek a zsinagóga mellett, a botorok az magának szubjektív. Egyáltalán nem az. Meggyalázza az emberek emlékét, és meggyalázza azokat, hogy ott vannak. Abszolút. Na most lehet bírálni a miniszterelnök urat, hogy ezt betiltotta, de miután egy szörnyű helyzet állt elő, hogy ezt engedélyezték. Ezen keresztül kellett nyúlni az ilyen típusú aggodalmakon, és azt kell mondani, hogy megállj. És most hogyha holnap innek... a március 15-i rendezvényt tiltanák be az ellenzéki. De a március 15-i rendezvényre mi nem szirénákkal megyünk, ha megyünk, és nem fenyegetve megyünk, és nem adjuk azt a nevet, hogy adj gázt egy olyan helyen, ahol 400-tól 600 000 embert elgázosítottak, elvitték őket Debrecenből, Szegedből, ide-oda-amoda. Teljes mértékben igaza van, abszolút. Tehát akkor, aki meggondolja a történelmi szituációt és a történelmi emlékét, az jól teszi, mint Orbán Viktor tette, hogy keresztül nyúl az ilyen meggondolásokra, és azt mondja, ez egyszeri alkalom, a BRFK, azt írta a BRFK, hogy ők fölvezetik ezeket a motorosokat. Tehát magyarul nem az volt, hogy engedélyezték, hanem az volt, hogy pártolták. Ez bűnpártolásnak hívom én. Nem pártolás az, hogy fölvezetik a rendőrök, az teljesen jogszerű. Az jogszerű, hogy fölvezetik, de akkor cinkosai ennek az egész játéknak. Uh-huh. Ha nem kik, akkor mit csinálnak? Mit csinálnak ott a rendőrök, hogy fölvezetik? Nem az a dolog, az a dolog. A biztonságot garantálják. A biztonságot akkor garantálják, hogy az öröngő motorosok előtt ők mennek, az a biztonság. A biztonság az, hogy az élet menetét megvédik. Ha 3000 rendőr odaállt volna, az is egy megoldás lett volna, odaáll a zsinagóga elé. Lezárják azt a kis részt, ami a kritikus rész, mert ahhoz joguk van. Igen. Tehát az útlezáráshoz a biztonság kedvéért joguk van. Tehát van 1000 megoldás. De az 1000 közül egy megoldás biztos volt, ha a miniszterelnök, akinek úgyis jó kedve van, amikor átnyúlhat bárki feje fölött, akkor ő azt mondja, hogy ezt megakadályozom. És jól mondta, mert a szavak is jók voltak, és azt mondta, hogy az alkotmány szellemével ellentétes. Tehát hirtelen az alkotmánynak szelleme támad, és ezt a szellemet megvédik. És tehát... hirtelen az alkotmány szellemének védelmét most egy ilyen egyszeri alkalommal, most üdvözlünk. Ez nem egyszerű alkalom, mert amikor a jog az precedensekből áll, és ha ezt akkor meg fogja vizsgálni a törvényhozás, és el fogja mondani azt, ami rengeteg országban van, hogy meddig lehet menni, meddig nem lehet menni. Magának igaza van, Prágában a püspökök, bíborosok és mindenki odaállt, hogy ne mehessenek az óváros közelébe. Ez a helyes cselekvés. Na de nem volt erre már idő, mert azt a plakátot, amin ezek az ártatlan motorosok, azt mondják, megvédjük a hazánkat, benne volt rasszizmus, benne volt kirekesztés, benne volt tulajdonképpen fölhívás egy olyan keringőre, amire nem akarunk részt venni. Na most itt mindenki azon van, hányszor kellett volna magunknak és nekünk megakadnak azon, hogy Orbán Viktor mások feje fölött elkül. Most jól nyúlt át. Van ilyen. Most akkor csinált egy másik precedens, ott vannak a jogászok, csináljanak olyan törvényt, hogy ez lehetetlen legyen. Örülnék, ha olyan országban élnénk, ahol a jog fölött való átnyúlás az nem lehetne szubjektíven minősíthető egyszer rossznak, egyszer pedig jónak. Ez nem szubjektíve minősítés. Itt egy olyan dolog történt, mert az egész magyar történet gyalázata lett volna. Mi a dolga egy politikusnak, egy miniszterelnöknek? Az, mi a dolga nem a engedi... civil állampolgároknak, a civil akiknek állampolgárok, testükkel kéne védeni állampolgárok az életmenetét? A kormány mellett szoktak tüntetni, amíg emlékszik rá. És akkor nem tudom hány ezer, 100 000 ember oda megy. Ha akkor valamit jól csinál, civil összefogás megmozdult, hogy ezt megakadályozza, nem. Remélem, hogy még megfog. Remélem, hogy sokan ott lesznek az életmenetén, és remélem, hogy politikai konszenzus lesz abban,
hogy mi az, amit ezen a napon képviselni. Sőt, tehát a miniszterelnök úr is eljöhet a életmenetében, és akkor szépen egymás kezét fogva, ezek azok, amazok, megmutatjuk, hogy a magyar történelem visszaperelhető, és a jogszerűsége is visszaperelhető, mert az jogfosztás volt, ami történt, és most a jogfosztás megint megismételjük úgy, hogy célozgatunk, hogy adj gázt, ilyen lehetetlen. És hogy akadályozzuk meg? Mi nem célozgatunk. Hogy? Nem célozgatunk, vannak, akik célozgatnak, csak ki akartam javítani a többes szám első személyt. Persze. Lehajérikó is erre szóval kérte nézze, a miniszterelnöket, nézze, hogy legyen ott. Annak kellene örülni, hogy most végre, az tudja, hogy az életmenete most jelen pillanatban Auschwitz felé megy. És átmennek Auschwitzből Birkenauba és Bergen-Belsenbe. Az tudja, hogy milyen fájdalom az, aki ott volt egyszer, és ezt megnézte. Vagy éppen... Voltam. Persze, hogy volt, de voltak, akik, tudja, akiket vittek. Maga önként volt. És ezt a fájdalmat átéli most 16, 17, 18 éves gyerek. És akkor átjön is a Budapesten az életmenetéhez, és akkor jönnek a motorosok. Ne haragudjon, nincs az az ár, amit nem kell megfizetni, azért ez ne történhessen meg. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtál.